Köszöntöm nézőinket, ez a szerda este, benne pedig a hét témája, amely így szeptember 1-én nem is lehet más, mint az iskolakezdés. Annak is a bűnmegelőzési és a közlekedésbiztonsági oldala természetesen. Köszöntöm a stúdióban Babelláné Lukács Katalin rendőr őrnagyot, a Soproni Rendőrkapitányság kiemelt bűnmegelőzési főelőadóját. Köszöntöm a nézőket. És Kovács Miklós rendőr alezredest, a Soproni Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetőjét. Én is köszöntöm a nézőket. Nem is tudom, hogy hol kezdjük. Talán kezdjük a közlekedéssel. Remélem nem vagyok udvariatlan, de szerintem most így hirtelen ez, ami nagyot változott, mondhatni egy nap alatt, hiszen elindultak a gyerekek az iskolába, nagyobb lesz a forgalom vélhetőleg reggel, és aztán majd a délutáni időszakban a következő egy hónapban biztosan, de szerintem utána sem fog csökkenni. Mi az, amit most egy szülő, és természetesen egy gyerek is megtehet azért, hogy biztonságban érjen el az iskoláig? Igen, túl vagyunk az első iskolakezdéses napon. Mondhatom azt, hogy nem rossz tapasztalatokkal. A korábbi évekhez hasonlóan nagyon nagy dugó nem volt a városban. A kollégáim szinte minden iskola környékén ott voltak, ha kellett, segítették a forgalmat, de mindenképp figyeltük, hogy milyen a közlekedés dinamikája, struktúrája. Nem volt olyan idézőjelben káosz, mint ami az elmúlt évben is volt. Ez gondolom sok mindennek a következménye. Talán az időjárás is mellettünk volt, és nem egy esős nappal kezdtük az iskolát, nem esett az eső a mai reggelen. Akik nem akartak autóval menni, azok nem indultak el autóval, kisebb volt a forgalom. Egyébként nincs új a nap alatt, ugyanazok a tapasztalatok, meg ugyanazok a kéréseink vannak most is a szülők felé, mint ami az előző évben voltak. Valóban igaz az, hogy türelem és időben elindulás. Tehát ha valaki időben elindul, számít arra, hogy a városban nő a forgalom, nem jut el adott pontra annyi idő alatt, mint amit a múlt héten még meg tudott tenni, vagy figyelembe veszi azt, hogy a parkolással lehetne gondok, nem biztos, hogy meg tud ott állni, ahol meg szeretne állni, vagy nem biztos, hogy meg kell, hogy ott álljon, ahol meg szeretne állni. Gondolok itt zárójelben egy iskola kapu előtti megállásra. A gyerekek is, meg a szülők is tudnak egy kicsit gyalogolni, hogy biztosan megálljanak, biztonságosan megálljanak, nem föntartva a forgalmat, és ezáltal a jogszabályokat is betartva közlekedjenek. Idén is úgy van, hogy az első hónapban a rendőrség, esetlegesen a polgárőrséggel karöltve jelen van a legérintettebb órákban, tehát reggel is, meg délután is az iskolák környékén? Igen, és ez még kiegészül a közterület felügyelet munkatársaival is. Ők is több iskola környékén ott vannak, és segítik a diákok és a közlekedők közlekedését. Igen, tehát nem az a cél, hogy bárkit is megbüntessenek, hanem a rendet kell fenntartani, ugye? Igen, kétségtelen. Akkor nézzük, az iskola rejteget természetesen magában olyan helyzeteket, amikor a bűnmegelőzésre is komoly figyelmet kell fordítanunk. Miben változik ez tulajdonképpen a szünidőt követően? Ugye, amikor iskolába engedjük a gyerekeket, ott az iskolába kvázi egyedül vannak a gyerekek, tehát a saját értéktárgyaikra nekik kell felügyelniük. Meg kell őket tanítanunk arra, hogy például hol célszerű tartani ezeket az értéktárgyakat. Ugye egy iskolatáska, egy hátizsák, külső hátsó zsebe nem alkalmas az értéktárgyak tárolására, ezeket inkább mindig egy belső zsebbe, egy nehezen hozzáférhető helyre helyezzék el a gyerekek, és az is nagyon fontos, hogy mindig csak a legszükségesebb értéktárgyakat, legszükségesebb pénzösszeget vigyék magukkal a gyerekek az iskolába. Azt is érdemes megfontolni, például egyáltalán érdemes-e mobiltelefont elvinni az iskolába, főként alsó tagozatosaknál tudjuk azt, hogyha bármilyen baj történik a gyermekkel, akkor az iskola biztosan értesíti a szülőket.
Igen, és ott talán még elmegy a szülő a gyermekért, ugye alsó tagozatban, és így aztán biztonságban lehet. Igen, nagyon sok értéktárgya van ma már egy gyermeknek, tényleg a telefon, egy okosóra, esetleg már a nagyobbaknak bankkártya, egyebek, ezeket tényleg akkor jól át kell gondolni, ugye, hogy hova is teszi a gyerek. Igen, nagyon fontos, hogy ezeket soha ne hagyják felügyelet nélkül. És ne csak ott az iskolában ne hagyják felügyelet nélkül, hanem teszem azt, amikor közlekednek az iskolába is, hogyha egy busz megállóba például várnak a buszra, ugye ne rakják le ott a padra, ne hagyják őrizetlenül, illetve ugyanez van a buszon is, mindig figyeljenek oda az értéktárgyaikra. Hogyha már említettük, hogy a szeptember 1-e relatíve jó idővel köszöntött, szép idővel köszöntött ránk, valószínűleg sokan pattantak kerékpárra gyerekek közül is, de hát most ugye majdnem 2,5 hónapig nem használták azt az útvonalat, amit egyébként esetleg előtte használtak a kerékpárosokra, meg aztán különösen sok olyan szabály vonatkozik, amiről lehet, hogy ők maguk nem is tudnak, hiszen nem végeztek kresszvizsgát, mint aki jogosítvánnyal rendelkezik. Igen, iskolakezdés előtt, amikor a gyerek, tehát amikor a család úgy dönt, hogy a gyereket egyedül elengedik iskolába kerékpárral, akkor előtte egy pár nap, egy pár alkalommal mindenképp célszerű közösen végigjárni azt az útvonalat, ahol a gyermek a későbbiekben napi rendszerességgel fog közlekedni. És meg kell beszélni, hogy melyik szakaszon, melyik helyen, mire kell, hogy figyeljen. Meg kell beszélni az ott levő jelzőtáblákat. Meg kell beszélni egy elsőbségadási szituációkat. Nem lehet az, hogy egy gyermek vagy egy közlekedő nem ismer egy elsőbségadás vagy egy elsőbségadás kötelező jelzőtáblát. Életével játszik, ha valaki ezt nem tudja, hogy az adott helyszínen, adott helyzetben mit kell, hogy csináljon. Épp ezért nagyon fontos, hogy a szülők először közösen menjenek végig a gyermekekkel, mutassák meg neki, majd a későbbiekben engedjék el egyedül, és ha lehetőségük van rá, akkor távolról azért kövessék, és nézzék meg azt, hogy a gyermek betartja-e azokat a szabályokat, azokat az instrukciókat, amiket megbeszéltek egymással. Szerencsére nagyon sok kerékpárút van most már Sopronban, tehát ott is azért be kell tartani ugye a szabályokat, hiszen van, ahol fel van festve a nyíl, hogy merre lehet kerékpározni, mégis látok én olyanokat, akik esetleg szembe jönnek, és itt nem gyerekekről beszélek. Igen, a jogszabálykövetést most nem akarom itt részletezni, de épp ezért kell megbeszélni a gyermekekkel, és a szülőknek mindenképp jó példát mutatva, a legfontosabb ez, hogy azért ha azt látja a gyermek, hogy a szülő is int a jogszabályokra, hogy ez nem kell tudni, nem kell betartani, akkor ő is így fog közlekedni. Ha egy jó példát lát, egy jó tapasztalatot vesz magába, akkor bízhatunk abban, hogy ő is a jogszabályokat betartva közlekedik. Igaz, hogy elindult az iskola, de kicsit még térjünk vissza a nyári szünetre. Bűnmegelőzési szempontból azt mondhatom, hogy egy elég tevékeny nyárról beszélhetünk, hiszen sok helyen megjelent a rendőrség, legyen ez egy police café, legyen egy bike safe esemény. Ezek hogy teltek egyébként, mennyire volt sikeres? Igen, a nyáron megpróbáltunk minél több emberhez eljutni. Egy nagyon sikeres nyarat zártunk. Tényleg el tudtunk jutni a fiatalokhoz, az idősekhez, a középkorúakhoz is, és mindenkinek a Police Café, illetve a Bike Safe programunkon keresztül megfelelő tanácsokat tudtunk adni. És hogyha egy kicsit itt vissza is kanyarodnék ehhez, hogy kerékpárral mennek a gyerekek az iskolába, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a kerékpározás szabályait betartsák, de egy másik nagyon fontos, hogy az a kerékpár biztonságban legyen, ezért fontos az, hogy azt a kerékpárt mindig zárják le. A legcélszerűbb, hogyha ezt a kerékpárt mindig valamihez hozzázárják a gyerekek, és célszerű egy kicsit vastagabb, úgymond komolyabb lezáró eszközbe is beruházni. Arra is fontos a gyerekeket megtanítani, hogyha csak pár percre is hagyják ott őrizetlenül a kerékpárt. Teszem azt, hazafelé úton beugranak a boltba egy üdítő italért, arra az 1-2 percre is keressenek egy olyan helyet, ahol biztonságban le tudják azt zárni.
És hát ugye se felejtsük el, hogy a kerékpárokon most már ugye a lámpa is általában levehető, mobilizált, esetleg kilométeróra, vagy bármi olyan szerkezet van rajta, amivel még az értékét növeltük, viszont ennek is megvan a veszélye. Igen, tehát ezeket se hagyjuk ott a kerékpáron, illetve az ilyen fajta felszereléseket érdemes csak akkor föltenni, amikor valóban használjuk őket, például egy ilyen kerékpár kilométerórát, nyilván inkább egy nagyon túránál szoktak használni, a lámpákat meg nyilván a sötétedés után célszerű feltenni a kerékpárra. A BikeSafe regisztrációnk lesz különben szeptember 18-án, ami egy kerékpárbiztonsági nappal lesz összekötve, ez a saját rendezvényünk, ez egy bűn- és baleset megelőzési rendezvény, amelyről majd a részleteket később tudom elmondani, de erre már előzőleg is szólok, hogy lehet készülni, itt lehetőség lesz arra, hogy ingyenesen regisztráljon a kerékpárakat a BikeSafe rendszerbe, amely ugye az esetlegesen ellopott kerékpárok azonosítását teszi könnyebbé. Rendben, beszámolunk róla, ígérem, hogy ha meg lesznek a részletek, hogy mikor és hol lesz érdemes majd a bringánkat akkor regisztráltatni. És ha már itt van az ősz, itt van újra, ugye, hogy költői legyek, azért azt is tudomásul kell vennünk, hogy rövidülnek a nappalok, egyre több lesz valószínűleg a csapadékos időjárás, és ez is azért kihívás elé állítja az autósokat, a bicikliseket és a gyalogosokat is. Igen, igen. Pont az előbb ugye fölmerült ez a kerékpárvilágítás. Tehát minden egyes alkalommal, amikor a gyermek elmegy otthonról, bele kell gondolni, hogy mikor végez. Lehet, hogy szakköre van, lehet, hogy sportra megy. Lehet, hogy már olyan későn végez, hogy akkor már kezd szürkülni, amikor már kell, hogy használja a kerékpáron a világítást. Ami ugye kötelező, ezt a KRESZ előírja. Lakótelepen belül nem írja elő a KRESZ a sárga láthatósági mellény használatát, valamint a kerékpáros sisak használatát sem. De én úgy gondolom, hogy mind a kettővel a biztonsági érzetet növeljük, valamint magát a biztonságot is növeljük. Jobban látják a járművezetők a kerékpárost, esetleges elesés esetén pedig, ha van egy sisak vagy egy térdvédő, akkor bizony a súlyosabb sérüléstől óv meg ez az eszköz bennünket, vagy a gyermekünket. Mindenképp érdemes befektetni egy ilyenre, és azt kell a fejükbe vésni a gyermekeknek, hogy nem szégyen az, hogyha a lakótelepen belül is hazafelé menet fölveszi azt a mellényt, életét menti meg vele akár ezzel. Bízom benne, hogy a szülőknek és természetesen a gyerekeknek is mind közlekedési, mind pedig bűnmegelőzési szempontból jó tanácsokat tudtunk adni, és ezt szerintem még folytatni fogjuk majd a tanév során. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük a lehetőséget. Babeláni Lukács Katalinnak és Kovács Miklósnak köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Kedves nézőink, ez volt a hét témája, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra! Köszönjük figyelmüket! Önök a Sopron TV heti magazinját, a szerda estét látták. Jövő héten ismét várjuk Önöket. Műsorainkat megtalálják a sopronmedia.hu oldalon, és Facebookon is követhetnek bennünket. Ne feledjék, ha szerda este, akkor Sopron TV. Viszontlátásra! A Hölgyválasz együttműködő partnere a Bónis Rejter Borászat.